Szeretettel üdvözlök mindenkit, a mai napon gyümölcslevest fogok készíteni aszalt gyümölcsből, tejjel. Fogok készíteni almából, aszalt almából, tejjel behabarva gyümölcslevest, és aszalt szilvából, szilvás lét úgymond, amihez egy kis kása fog menni, egy kis rizskása, szintén tejjel fogok behabarni. De lehet még együtt is készíteni, úgyhogy az aszalt almával és aszalt szilvával behabarni simán, vagy bármilyen aszalt gyümölcse körtével, vagy bármivel vegyesen is lehet, és külön-külön is. A szilvát megmostam, az almát azt egy kicsit még megduzzasztjuk, teszek rá vizet, és amíg ez megduzzad, addig a szilvát oda teszem főni egy kis vízbe. Elkészítem a hozzávaló habarást, és az aszalt almát is oda teszem a másik fazikba főni. Megkavarjuk egy kicsit. Jó, és igen, még teszek bele egy pici sót. Mindig szoktam a habart ételhez tenni, amit cukorral habarok is. Itt tanultam, hogy kell bele tenni, csak így az ujjam közt, mintha kenyeret megsóznám, egy-egy kis sót így ráteszünk. Így, és akkor hagyjuk, hogy hadd főjön. Be fogom sűríteni egy kis liszttel és egy kis tejjel. Ahány liter levest készítek, annyi kanál liszttel szoktam habarni. Ilyen csapott kanállal. Hát úgy számolom, hogy körülbelül 3 liter lesz a szilváslé, arra 3 kanállal teszek, és hogy közben ez is menjen, a gyümölcsleves, ami almával lesz, az meg körülbelül, hát az is kb. Annyi. Teszünk 3 kanállal bele, és aztán majd fogjuk látni, mikor így. Még a szilvához is és az almához is teszünk cukrot. Hadd főjön vele, így. Mindig ezt leteszem ide-odarra, így. Majd megkóstoljuk, és hogyha kell, akkor teszünk még hozzá egy kis cukrot. Ez ilyen fekete, mert ez aszalón aszalt szilva, egy kicsit füstös, ez pedig csak úgy szárítva van a napon, ez nem az aszalón van az alma, az nem fekete a leve. De ennek ilyennek kell lenni, ilyen feketésnek egy kicsit, mert ugye hát füstös. Elkészítjük a habarást mind a kettőre. Közben. Ez hamar megfő. Nyáron nagyon jó, mert hidegen lehet enni, sőt úgy a legjobb. Langyoson is lehet, melegen nem ajánlom, mert az nem olyan, meg lehet enni, de sokkal jobb hidegen. Régen a mezőre is vitték az embereknek, akkor kaszáltak,
és hát bizony, hogy jó volt a jó hideg habart étel kint a forróságba. De ezt az aszalt almát, aszalt gyümölcsöt bármikor meg lehet főzni, télen is, nyáron is, ez mindig jelen van. Meg nyáron elkészítjük, emlékszem gyerekkoromban mindig összeszedte nagymama a hullóalmát, és le kellett ülni nekünk meghasgatni, megaszalni a napon. Amikor meg a szilva érett, én is apám aszalta a szilvát, füstölte az aszalón, és akkor almát is vágtunk megint, az, annak megint más íze volt. Körtét is, hát mindent összeszedtünk, ami volt, nem minden hasznosítva volt mindig. Télidőben nagyon jó elővenni, de nem csak habarni, hanem kompótot is főztünk belőle. Nagyon jó ízű, kis cukorral, nagyon finom szintén. Én megszoktam a fakanál a habarást, de van direkt habaró is, aki úgy szokott, vagy habverővel felverik. Én így elkavarom simára, mindig teszek hozzá egy kis tejet, lassan, fokozatosan, és akkor így habarok. Közben ezt is elkészítem. Pár közben fő, lejjebb veszük egy kicsit. Ez is fő, ezt is lejjebb veszük. Na így. Ez a leves, ez nagyon hamar készen van, ugye a szilva az meg van aszalva, azt oda tesszük. Hát egy fél óra alatt körülbelül megfő annyira, hogy be lehet habarni. Addig összekészítjük a habarást, és lehabarjuk, lehűtjük, úgyhogy hamar készen van ez a kis gyümölcsleves. Na, most már lehet hozzá önteni is. És akkor most már beletesszük a rizskását a szilvához, mert az is megfő hamar. Így. Közben ezzel megkavarom már. Így. Csak a szilvához teszem a kását, a rizskását. Az almához, ahhoz nem szoktam. De az almát, azt lehet még szilvával is együtt behabarni, ahhoz nem szoktunk kását tenni. A rizskását csak a szilvához szoktuk tenni, azt nem is gyümölcslevesnek, hanem szilváslének mondjuk. De végeredményben ez is aszalt gyümölcsből van, csak más ízű lesz. Meg hogy egy kicsit füstös, szintén az megint egy más ízt ad neki. Készen van, és akkor mindjárt, amikor megfő, akkor behabarjuk, és készen is lesz a leves. És így kétféle ételt is lehet készíteni, akár egyszerre, és külön-külön is lehet. Van, aki nem szereti, vagy a szilvát, vagy az almát. Nálunk a férjem nagyon szereti a szilváslét. Ő azt szereti, a gyerekek inkább a gyümölcsleves szeretik, de mindet szeretük, ami ilyen. Így nem. Duzzad az alma is. Látszik.
meg is nézzük, hogy mennyire puhult meg, mert ha lágy, az se jó. Na, még egy kicsit hadd főjön, és várunk egy kicsit vele. Na, megnézzük a szilvát. Úgy nézem, ez már jó lesz. Most már fel lehet engedni tejjel, kása is megduzzadt. És most már ezt a habarást bele engedjük, szépen felfőzzük. Még egy kis vizet is engedünk hozzá, elegsűrűre. A kásától meg van sűrűsödve, úgyhogy még ezt egy kis vizet, még egy kis tejet is teszünk hozzá. Ilyenkor, mikor habarom, akkor látom, hogy mennyire sűrű, hogy kell-e még hozzá, és lehet, hogy higabb legyen, több tejet, vagy még egy kis vízzel is lehet pótolni, ha nincs elég tejünk. Még ezt hozzáöntöm, így. Mamámtól tanultam, hogy nem szabad még az üvegen se hagyni egy szem tejet, se le kell öblíteni bele a habarásba, mert minden cseppért kár. Takarékosok voltak az öregek nagyon, mert hát nehéz időket éltek. Gondolom, innen ered ez a spórolás, meg minden cseppet megbecsültek mindenből. Ennek már csak fel kell főni, és akkor hideg vízbe tesszük, egy kicsit megkavarjuk, hogy ne legyen forró, lejjebb hűljön, aztán kitesszük hűlni, mert hidegen jó az ilyen habart édes, mert ez egy kicsit édes cukorral van készítve. Közben a másik is, úgy néztem meg, főtt az alma, azt is be lehet habarni. És akkor kétféle ételünk is lesz. Az alma az úgy jó, ha édes alma, mert a savanyú alma az összemegy, hogyha behabarjuk. Úgyhogy hát igyekszünk minden nyáron édes almát, nyári almát aszalni. Hát valamikor kerül bele savanyú is, vagy nem elég érett, hát bizony olyankor egy kicsit összekapja. Az is finom, csak akkor a tej nem olyan, a habarás nem olyan sima. Úgyhogy még öntünk bele egy kis tejet. Így. És még úgy nézem, ehhez is öntünk a szilvásléhez, még ehhez is megy egy kis tej. Így. A gyümölcsből lehet többféle leves, ez kétféle leves, az egyik a kásával van, a szilvával, ez más ízű, a zalmával, meg megint más íze van a levesünknek. De hogyha teszünk bele aszalt szilvát, vagy aszalt körtét együtt vegyesen, akkor is megint más íze van, megint egy másik fajta nyári, de télen is nagyon finom étel, meg ha valami zsírosra teszünk, utána egy jó kis könnyű édeskés, úgyhogy ajánlom mindenkinek, próbálja meg, aki szeret a teljes ételt, biztos fogja kedvelni. A szilváslé úgy nézem már készen van, megbuzdult, úgymond, elkezdett forni, úgyhogy most már ki is kapcsolom, levesszük, és letesszük hűlni egy kicsit a hideg vízbe. A kendővel megfogom.
Így. Ezt is megkavarjuk még közben. És egy kicsit hűtjük. Azért szoktuk így egy kicsit hideg vízbe hűteni, hogy ne kapódjon össze a habarás. Habár ebben nincsen semmi savanyú, én már így szoktam meg, hogy így elkavargatom, és akkor így olyan szép sima a habarás. Ha savanyú az alma, akkor van gond, mert akkor összekapódik a tej, vagy pedig, hogyha valami más habartételt, amiben ecet van, az kapódik össze. Azért szoktam beletenni hideg vízbe, és kavargatom, akkor ha lehűl, akkor utána nem kapódik össze, hanem szép sima marad a habarás. A gyümölcslevesünk is megfőtt, az almánk, úgyhogy most már ezt is leveszük és fogjuk küldeni egy kicsit a vízbe. És kapcsolom. Így. Ezt is meg kell egy kicsit hűteni, különösen, mint említettem, hogyha savanyú alma van benne. Ha kavargatjuk, akkor a szép sima marad. Lehűl és akkor nem fog összemenni. Melegen nem nagyon szoktuk enni, hanem inkább hidegen. Hát itt egy kicsit meghűtjük, nem teljesen hidegre, csak hogy ne legyen forró, akkor már nem fog összemenni, összekapódni, és kiteszük a tornácra hidegre egy kicsit, és meghűl. Utána fogjuk megkóstolni, akkor fogok tálalni, hogyha meghűl teljesen. A gyümölcslevesünk meghűlt, és most pedig megkóstoljuk. Az almás, az... ilyen sima, olyan kicsit, mintha leves lenne, így. Szilváslé, az egy kicsit feketébb, barnább, mert ugyanis hát füstölt, füstös a szilva, és így a leve is barnább egy kicsit, mint a másik gyümölcslevesnek. És így kásával együtt itt tálaljuk. Így hidegen, nagyon finom a gyümölcsleves, hideg, zsíros ételek után is nagyon jó, magába is fogyasztható. Télen-nyáron nagyon finom, kicsit édeskés, úgyhogy még ilyen desszertnek is nagyon megfelel. Ha nincsen, nem tudnak hozzájutni asszalgyümölcshöz. Saját maguk is, a napon is meg lehet asszalni egy kis gyümölcsöt, és bármikor meg lehet főzni télen-nyáron. Biztos meg fogják szeretni. Jó étvágyat kívánok!